Így néz ki a Döbrökközön élőben és család konyhája. A nagy család számára lehetetlenné vált az élet a házban, ahol 6 gyereket nevelnek. A családfő azt mondja, mire észrevették, hogy így a ház egy része már tehetetlenek voltak. Én is a 3 gyerekemben voltunk a szobába, és azt vettük észre, hogy a villany elmegy. És kinéztem a konyhába, és égett minden. És kihívtam a tűzoltókat, és akkor ők kivonultak. Az első vizsgálatok szerint egy zárlatos vezeték szikrája gyújtotta fel a tűzhelyen lévő olajat, ez okozta a tragédiát. A település lakossága azonnal a bajba jutott család segítségére sietett. Amikor meghallottuk ezt a szörnyű tragédiát, az önkormányzat azonnal segítségükre fordult. Polgármesteri hatáskörben 100 000 forint azonnali támogatást utaltunk ki a család számlaszámára. Aztán még további segítséget fog tudni adni az önkormányzat. Képviselőtestületi ülésünk lesz szerdán, ahol döntenek arról, hogy milyen összegben és milyen támogatással tudjunk segíteni a családon. Az eset óta folyamatosan jönnek a felajánlások. Van, aki konyhabútort, van, aki készpénzt, és van, aki a munkáját ajánlotta fel a károk elhárítása érdekében, hiszen például a ház teljes elektromos rendszerét is újra kell majd építeni. A bajba jutott családot jelenleg a falu egyik lakója fogadta be.